Jut is eszembe. Notch azt ígérte, hogy 1.7-es update-ben lesz új megvilágítási. Tehát így más lesz az éjszakai sötétség. Mert hát eléggé sötét, hát mondjuk meg tudom érteni, nézzétek csak meg. Most jövök rá, és csak a mi a jó Isten csinálok, kitállok a sötétben. 5 darab szívvel. El is húzok innen, amilyen gyorsan csak lehet. Úristen! Hú, hát ez így necces lesz. Sziasztok mindenkinek! Katamori vagyok, és hogyan láthattátok az előző estét valahogy azért mégis csak túl tudtam élni. És sikerült. Mai részben, hát először is, hogyan láthatjátok, megemlítem azt, hogy megújítottam a Paint Early pakkot. Nem bírtam ki egyszerűen, hogy ne csináljam meg még a 1.7-es update előtt. És hát neki látok végre építkezni, mert ezzel eléggé csúnyán le voltam maradva. Meg hát szerzek kaját, mert azzal is gyászosan állok. Úgyis tele van itt a környék malacokkal, tehát nem fog nehezemre esni. De láthatátok, hogy itt ezt a dombot el kéne tüntetnem, mert a creeper eléggé csúnyán ide tud jönni. Tehát pont az ő, hát hogy is fogalmazzam, elhárításukra építettem meg ezt a hidat. Ki kéne valami dobni a kezemből, mert tele van, tele vagyok. Fú, erre jut eszembe egyik nézőm írt egy nagyon vicces mondatot a hát ilyen, Facebookon, egy ilyen slang. Minecraft-tal kapcsolatban lehet mondani azt, hogy tele van veled a chestem. Hoppá. Ezen elsőre olyat nevettem, halljátok-e. No, és mivel van nálam kerítés, igen, itt van nálam kerítés, ezért nem is fog nehezemre esni átépíteni a magasabbra a hidat. Kiváló. Ahogyan egy régi videómban mondtam, nagyon régi videóban, ugye mennyivel szebb így? Paintoryvel kapcsolatban azért fontos megemlítendő dolog, hogy ahogyan láthatjátok, szépen átfestettem a bájomot is. A régi azért mégiscsak csúnya volt, de kezdetnek megtette. De hát csak kezdetnek. Mondjuk ez is mondta, hogy pici sötét lenne, de hát szépnek szép, nem? És akkor... Ja meg nagyon fontos, hogy a nehézségi szintet átraktam normára. Annak okán ugyanis, hogy letöltöttem a Survival Island V2-t kipróbálás céljából, és írva volt a Minecraft fórumon, hogy bizony erősen ajánlott, és nem azt erősen ajánlott, hanem gyakorlatilag ilyen megad a szabály, hogy legalább normál szinten kell játszani. Szóval így azért mégiscsak nehezebbé válik. És most akkor építek a mai epizódban, ugyanis ezzel nagyon el voltam maradva, eléggé csúnyán, és arra jutottam, hogy felépítek egy piros-fehér-kék zászlót. Hollandiáit. Most hát színből ezek állnak rendelkezésekre, mert amúgy sincs semmi bajom az országokkal, tehát értire mondjuk Szlovákia zászlaját semmiképpen nem csinálnám meg. Nagy-Britannia is, de azt nem azért, mert bármi bajom lenne velük, hanem azért az mégiscsak bonyolult lenne. Hát az ennyi kocka nem is lenne elég. 1.7-es update-ről információkat hallottam a Minecraft Mondays-ben. Hoppá, ez így nyomorék, ezzel valamit kezdeni kell még mindenképpen. Szóval információk meg voltak említve Minecraft Mondays-ben.
az update-tel kapcsolatban. Ugye mindenki Adventure Update-nek hívja, tehát mindenképpen a kaland játék mi voltának elemeire fektetnek nagyobb hangsúlyt. Többek közt, hát ilyeneket hallottam konkrétumokat, hogy lesz harcokban kritikál hit, tehát néha nagyobbat sebzel egy kicsivel, vagy esetleg éppen sokkal nagyobbat sebzel, mint általában sebzel, vagy sebeznél. Kész is. Szóval ilyen dolgokra fektetnek még hangsúlyt, hogy lehet, hogy a fáklyák azok nappal nem fognak égni. Nem tudom pontosan, azért nem egészen értettem a Minecraft Mondays-nek ezt a részét. Nem vagyok túl jó, ugye, hallás, ugye, hallószövegértésből, angol nyelven. Valami ilyesmi volt mindenképpen, hogy a fáklyák nappal másképp fognak viselkedni, mint éjszaka. Ami mondjuk annyira nem is hülyeség szerintem. A geb az csupán abban van, hogyha ugye olyan helyre rakod a fáklyát, ahol alapból sötét van nappal is, akkor kellemetlen következményekkel járhat. Ja meg ugye megemlítette Steinbach alias Bebopvox, hogy hát volt nagyon sok emlegetése a sárkányokkal kapcsolatban. Nocs azt mondta, hogy érdekes ötlet. Jeb, a Mojának a egyik másik tagja azt mondta, hogy nem lesz. És hát mindenki más azt mondta, hogy igenis legyen. Végső soron ne nagyon számítsatok rá mostanában. A kész is van egy zászló. Hollandia, hát nincs vele őszintén semmilyen problémám, vagy bármi ilyesmi, tehát helytállónak helytálló. Ez a fa viszont annál kevésbé.